Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! Városá avatásának 50. évfordulóját ünnepelte Dombóvár. Az egykori mezőváros 1970-ben kapta meg a városi címet. Az áprilisról szeptemberre halasztott ünnepi rendezvénysorozat több helyszínen zajlott, majd egy gálaműsorral záródott. Az est során kiosztották a városi kitüntetéseket. A Dombóvár városa avatásának 50. évfordulója alkalmából létrehozott rendezvénysorozat nem véletlenül indul éppen itt, a vasútállomáson, hiszen Dombóvár élete mindig is összefonódott a vasúttal. Amikor a vasút élte fénykorát, mindig akkor élte Dombóvár városa is. 1872-ben, amikor megépült az első Dombóvár gyékenyési vasútvonal, majd azt követően röviden néhány évtizeden belül, 1920-as években már 2000 vasutas volt Dombóváron, és gyakorlatilag a új városrész új Dombóvár jött létre. A vasút azon túlmenően, hogy munkahelyet teremtett Dombóvár városi temény, nagyon fontos volt a sport és a kulturális élet tekintetében is, hiszen az első művelődési ház is vasutas művelődési ház volt. 1927-ben egyetlen egy labdarúgó csapat volt Dombóváron, a Vasúté, majd ezt követően néhány évtizeden belül már 11 szakosztály működött a vasút berkein belül. 1979-ig gyakorlatilag a kultúra fellegvára volt a vasutas művelődési ház. Ez az év azért volt mérföldkő Dombóvár életében, hiszen akkor került átadásra a művelődési ház, ahol jelenleg is állunk. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy a vasút is csatlakozott ez az ünnepi alkalomhoz, hiszen vasút nélkül nincsen Dombóvár. Sem jelenes, sem múltja, elképzelhetetlen lenne nélküle. Ezt követően megkoszorúzták a Dombóváron született egykori horvátbán Frankó Vlasics szobrát. Ő az, aki azok közé tartozott, akik támogatták az Erdéllyel kapcsolatos korabeli magyar törekvéseket. Ezáltal egy kicsit reflektorfénybe kerülnek a dombóvári horvátok és a horvát közösség, az horvát önkormányzat, amely nagyon nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ez a szobor itt állhasson, és hogy minden évben megkoszorozzuk és megemlékezzünk a város nagyszülötteiről, illetve hogy egy kicsit megemlékezzünk az itteni horvátokról, akik érzik a horvát hagyományokat és a horvát anyanyelvet. Az 1700-as évek elején jelentős számban telepedtek le horvátok nem csak Dombóváron, hanem a közeli Bikalon és Mágocson is. Mivel egy nagyon nagy ember, ilyen komoly szülöttje Dombóvárnak nincsen, hiszen Franjo Vasicsbán tulajdonképpen olyan rangig jutott el, ami a király helyettese, tehát a nádornak megfelelő rangik, ami szerintem egy óriási dolog, és számtalan kitüntetés és elismerés birtokosa, ugyanakkor a leírásokból kiderült, egy kiváló ember volt. Tehát akkori közös magyar együttélésnek egy kiemelkedő alakja, aki ezt az időszakot gyönyörűen kitöltötte életművével. A mára pár száz főre zsugorodott horvát nemzetiségű vagy kötődésű csoport azóta is őrzi a hagyományait. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett, aki az elmúlt időszak városi fejlesztéseit emelte ki, valamint azt, hogy az idei év az együttműködésről és az emberi szolidaritástól szól. A közös ünnepségnek a megszervezése is, lebonyolítása is azt bizonyítja, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknak és a városi önkormányzatnak a város érdekében mindig közös célokat kell megfogalmazni és együtt kell működni. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke is részt vett az ünnepségen és a városi rendezvényen. Ő is az együttműködés fontosságát emelte ki. A testvér kapcsolat lényegében, tehát az, hogy elég régóta dombováriak a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat régóta kapcsolatban van a horvátokkal, és ugye az azt jelenti, hogy ezt tápolni kell. Egyrészt emberi tartalmai vannak ennek a történetnek, praktikus okai vannak, és azt gondolom, hogy az egymás szomszédsága elkövetkezhet az az idő, amikor egymás komoly segítését is jelentheti. Már most is egyébként zajlanak ezek a dolgok. A koszorúzást követően az áprilisról szeptemberre halasztott gálaműsor vette kezdetét a Tinódi házban. Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság korábbi elnöke, és Orbán Balázs a miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár mondott beszédet. Mindketten azt emelték ki, hogy Dombóváron számos fontos személyiség született, vagy alkotott. Hiába mondták meg a városi titulust,
közigazgatás néha furcsa szeszély folytán 1878-ban Dombóvártól a település jelentőségét, lokális központ szerepét mindez nem csorbította. Ezt a szerepet mutatja az is, hogy a városban és a várban számos jeles személy élt vagy alkotott itt már akár a 16. századtól kezdődően. A kapcsolódási pontok közül elnök úrhoz csatlakozva jogászként számomra is különös jelentőséggel bír, hogy Verbőci István a magyar jogtörténet egyik legfontosabb szövegét, a Tripartitumot jelentős részben épp Dombóvár várában írta meg. De itt alkotott egy időben a törökkor híres költője, Tinódi Lantos Sebessén is, neves művészettörténész, társadalomkutató és református lelkész. Az ünnep a városi kitüntetések átadásával zárult. Ez az a gála műsor, amit április 1-én szeretnünk volna megtartani, de nyilván kivártuk a kellő időpontot. Szeptember 1-én a megyenap került megvédésre Dombóvárra, szintén a Művelődési Házba, ezt követően rá 3 napra, ma pedig megtartjuk az 50 éves gálánkat. Ezen az eseményen hagyományoknak megfelelően átadjuk a város kitüntetéseit. Azt gondolom, hogy egy rengeteg ember közül válogathatunk, és rengeteg vállalkozás közül megpróbáltuk a 2020-nak a legjobbjait kitüntetni, és nyilván még maradt a tartalék, a 2021-ben is lesz kitüntetnünk, hiszen kiváló, remek ember és vállalkozás alkotja a Dombóvár közösségét. Díjazták Gál Jánost a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Apáczai Csere János technikum és kollégium igazgatójának eddigi munkásságát. A 30 éve intézményvezetőként dolgozó pedagógus kapta Dombóvárváros elismerő díszjelvénye kitüntetést, ami számára egy nem várt elismerés volt. Egy picit meglepődtem, az az igazság, és végig szaladt előttem, hogy végül is mi történt velem itt Dombóváron. 50 évvel ezelőtt, amikor a várossávatás megtörtént, az akkori Gőgös Ignác gimnázium tanulója voltam, és tulajdonképpen a felsőoktatási tanulmányomat követően szintén Dombóváron helyezkedtem el, és attól kezdve az Apáczai akkori szakközépiskolához, jelenleg technikumhoz köt az életem. És nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan szakképző intézményben dolgozhatok, amelyik meghatározó Dél-Dunántúlon is, Tolna megyében is. És egy olyan intézményben dolgozhatom, amelyik nagyon érzékenyen reagált mindig a város és a város környék iskolával kapcsolatos elvárásaira. A pedagógusokra azért kell figyelni, mert a jó pedagógus nélkül nem működik jó iskola. Most a szakmai váltáson kívül nagyon nagy kihívás a pandémia. Én azt gondolom, hogy az iskolában nagyon kell figyelni arra, hogy egészséges tanárok taníthassanak egészséges diákokat, maximálisan figyelni kell a kockázat csökkentésére, és fel kell készülni arra, hogy bármelyik pillanatban, amikor bekövetkezik valamilyen probléma az iskolában, reagálni tudjunk rá. A város képviselőtestülete 2020-ban a Pro Oppidium Dombóvár díszpolgár címet Molnár István mezőgazdasági vállalkozónak adományozta, társadalmi felelősségvállalásáért, az agrárium területén végzett példaértékű kutató-fejlesztő tevékenységéért. Díjazták még számos városban dolgozó szakember erőfeszítéseit, így dr. Farkas Szabó András munkásságát is elismerték, ő dr. József Keller díjat kapott a város nemzetiségi önkormányzataiért tett erőfeszítéseért. Győrben születtem, majdnem 40 évvel ezelőtt, ott végeztem tanulmányaimat, a jogi egyetemet is, és párkapcsolat révén kerültem ide 2006-ban Dombóvárra, amely azóta is a szívemhez nőtt, és tulajdonképpen azóta vallom magam dombóvárinak. És már 2006-ban az akkori polgármesteri hivatalban kezdtem el dolgozni, mint köztisztviselő jogász, és azóta is az önkormányzati hivatal apparátusát erősítem. Egy rövidebb ideig, majdnem másfél évig voltam a város jegyzője is, ami nagyon szép munka volt, és sajnáltam, hogy akkor ennek véget kellett vetni, vagy véget ért, de egy hosszabb szünet után visszatértem ide Dombóvárra, amit életem egyik legjobb döntésének tartok. Azóta itt családom van, egy nagyon szép kisfiam, és szívvel élekkel próbálok tenni a helyi közérdekében, beleértve a nemzetiségi önkormányzatokat is. Mindegyik tulajdonképpen kedves a szívemnek, ugyanúgy a németek is, és nagyon megtisztelő volt, hogy az hivatali munkámat és azt a németekhez való kötődésemet egy díjjal ismerték el, ez a dr. József Keller díj, amit egy dombovári német emberről neveztek el, német szemezes emberről, aki sajnos már nincs köztünk, de nagyon sokat tett a németségért helyi szinten is, meg országosan is. Pintér Szilárd a város polgármestere azt mondta, fontos megünnepelni, hogy Dombóvár 50 éve város. De legalább ennyire fontos a település következő 50 évére gondolni.
Egészségügy szempontjából két projektet szeretnénk preferálni. Az egyik, ami évek óta behúzódott, nem készült el a mentőállomás. Az új mentőállomásra ígéretet kaptunk, és a kórház területén ez a közeljövőben meg fog épülni. Szintén nagyon fontos egészségügyi szempontból az STK épületének a felújítása, hiszen az elmúlt 40 évben, amióta megépítették, azon nem történt semmi változás. És már, mint említettem, nem csak 16 település, 27 település lakossága veszi igénybe ennek az egészségkomplexumnak a szolgáltatását. Valamikor nagyon büszkék voltunk Dombaváron, hogy az első úszoda az országban szinte itt épült. Ez az úszoda azóta oly mértékben leamortizálódott, hogy mindenféleképpen kell építenünk egy új úszodát, és az új úszodát egy sportkomplexumba szeretnénk elhelyezni, ahol egy sportcsarnok, egy tanúszoda kerülne kialakításra, egy tekepálya és egy lőtér is. Tehát azt gondolom, minden olyan funkciót be tudnánk egy épületbe tenni, melynek Dombaváron hagyományai vannak. Amikor Dombaváról beszélünk, én mindig nagyon fontosnak tartom a járási szemléletet, hiszen Dombavár a járás központja a 16 településé, és azt gondolom, hogy Dombavár felelőssége a 35 ezer lakos, hiszen ennyivel tartozunk a környező településeknek, hogy róluk is lehetőség szerint is városi szerepkörbe gondoskodjunk róluk. Megújult belsővel várja látogatóit a dombóvári helytörténeti gyűjtemény. A felújított helységekben a tartalom is megváltozott, előkelő helyen szerepelnek a képzőművészeti alkotások. A tárlatban most nézőink is bepillantást nyerhetnek. A közelmúltban megnyílt a dombóvári helytörténeti gyűjtemény, amelynek megújult tárlataiba pillanthattunk be Müller Ádám múzeumvezető segítségével. 2020. augusztus 19-én nyíltak az új kiállítások a dombóvári helytörténeti gyűjteményben. Ezeknek a nagy részük állandó kiállítás, egy időszaki kiállítás, amely Akházy Gyula életét mutatja be. Most én inkább itt az állandó kiállításokról szeretnék beszélni. Ezek közül is leginkább, ahol most vagyunk itt ebbe a kék terembe, vagy mi úgy hívjuk, hogy a Mester és Tanítványai terem, erről a kiállításról beszélnék. Ezzel a kis kiállító térrel, vagy ezzel az interiőrrel, ezzel a szobabelsővel egy kicsit vissza szeretnénk repülni, és nem csak mi, hanem reméljük, hogy a látogatók is így gondolják, a két világháború közti időszakba, hiszen ahogy jövünk az átjáróból, a másik teremben is nagyjából ebben az időszakban tartunk. Egyfajta polgári milliót szerettünk volna, vagy varázsolunk itt ide, mégpedig képzeletben a kiváló gimnáziumi tanár Marcell György szoba belsőjében vagyunk. Természetesen nem tudjuk pontosan, hogy milyen is volt ez a szoba belső. Azt tudjuk, hogy a Vörös Marti utca 19 szám alatt lakott Ritz Olga feleségével és Noémi lányával. Egyébként aki ma arra megy, láthatja, ha az emeleti szinten ott volt a galériája, ott dolgozott. Nem csak pedagógus társai, hanem a diák nemzedékek is nagyon tisztelték és szerették Gyurka bácsit, hogyha lehet ezt így mondani, hiszen nagyon jó szeme volt arra, hogy észrevegye azokat a tehetségeket, akiket különösen a képzőművészet érdekelt, és őket fel is karolta. Ebben a kiállított térben rajta kívül, tehát az ő munkáin kívül 6 olyan tanítványáról kell beszélnünk, akik nagy része Munkácsi díjas festőművész szobrász lett, és az indulásukat mind-mind elsősorban Marcell tanárónak köszönhetik. Amit még itt a főcím feliratunk, azt gondolom, hogy nagyon beszédes és kihagyhatatlan volt, hiszen nem ez az első alkalom, hogy ők itt együtt állítanak ki. Sajnos ma már csak egy élő személy van köztük, Majoros János, de 1965-ben volt itt egy nagy kiállításuk, amelyhez a köszöntőt a kiváló Péceli tanár úr mondta, és az 1965-ös műcsarnok kiállításának a megnyitó beszédét tettük ide ki. Én azt gondolom, hogy ebbe tulajdonképpen minden benne van, hogy a világra rácsodálkozó fiatalokat hogyan tudta terelni ez a nagyszerű pedagógus, és nem csak ő, hanem az egész pedagógus társadalom, akik a gimnáziumban tanítottak. Itt egy 1929-es táblót láthatunk. Ez az egész fal a Marcell tanár úr munkássága előtt tiszteleg. Ezt a festményt ő készítette 1929-ben, amikor az új helyén megnyílott a gimnázium, megörökítette az akkori tantestületet, és feltétlenül el kell mondanom azt is, hogy a pedagógiai munkásság mellett igen nagy szociális érzékenységgel is rendelkeztek ezek a pedagógusok, annak ellenére, hogy nem volt egy nehéz világ, tehát elég nagy szigor volt, viszont annak ellenére tudjuk ezt a maga korszakból, illetve az iskola értesítőkből is, hogy elég sok szegény sorsú diák volt abban az időben,
és a különböző alapítványokkal az ő működésüket, létezésüket tulajdonképpen támogatták, hiszen tandíjas volt a gimnázium, például a sokak által mai napig is emlegetett és tisztelt dr. Rísz Józsefnél mindig voltak kosztos gyerekek, tehát akiket elszállás volt. De igaz, ez a Neyzer Lajosra például a kereskedőre, nála is el tudtak szállásolni diákokat. Többen alapítványokat hoztak létre, ezzel támogatták a mindig tehetséges, adott esetben szegény sorsú diákokat. Tehát maga ez a festmény is tulajdonképpen egy korkép 1929-ből. Aztán láthatjuk itt a tanár úrnak az önarcképét, hiszen nem csak a festészetben, hanem a grafikában is nagyon jó volt. Mellette ott baloldalt a nagyon szeretett lányok Noémi, aki hegedűművész lett, sajnos később fiatalon elhunyt, tehát és haladta pedig a Ritz Olgalénnek a portréját lehet látni. A napokban ellátogatott hozzánk Vati Eszter és fia, aminek nagyon örültünk, hiszen Vati Józseftől nekünk itt a gyűjteményben nem volt alkotásunk. És hát ugye úgy kerek ez a kiállítás, hogyha mindenki szerepel abból a bizonyos generációból, akiről már meséltem. És hát felkerestük, ők nagyon, nagyon pozitívan állt a kezdeményezésünkhoz, ugyanúgy, mint Radó Károly fia, Radó Gábor is, és ahogy mentünk hozzájuk, tehát a házában az édesapjának szinte lehet azt mondani, hogy egy külön szentélye volt, ott voltak a festményei, ott volt az önarcképe, a részkarc, ez a festmény, és ezt a rendelkezésünkre bocsátotta, tehát letétbe elhelyezte itt, és úgy láttuk, hogy ahogy ma itt volt, hogy tetszett neki a kiállítás, reméljük, hogy sikerült megfelelni az ő elvárásaiknak is, úgyhogy még ez is itt lesz, tehát aki jön Vati József munkásságának egy-egy részletével, és a kiegészített életre az áll, ami nagyon fontos, itt a személyes kontaktusban azzal is meg tud ismerkedni. Amit még el kell mondanom, hogy ugye mondtam, hogy mintha Marcell tanár úrnak a szobájában lennénk, azt is mondtam, hogy ezek nem az ő bútorai, a Kéri családnak köszönhetjük ezt az adományt, ők már jó pár éve adományoztak nekünk, és igazság szerint kerestük a helyét ezeknek a bútoroknak. Megint csak úgy gondoljuk, hogy ezzel a festményekkel és ezzel a bútorzattal sikerült egy megfelelő teret kialakítanunk. Aztán Újvári Lajos, akinek ugye az önkormányzat tanácskozó termében is egy kiállítása volt, tulajdonképpen róla nevezték el. Ő sem csak festőművész, hanem tulajdonképpen néprajzi kutatásokkal is foglalkozott Erdély területén. Az akkori írónemzedéknek több tabját megörökítette kiállításokon, és neki is igen nagy a kötődése Tolna megyéhez, tehát épp ezért tettünk is ki két olyan festményét. Az egyik ugye a műterem sarok, a másik pedig a tolnai dombok, hiszen mindig kötődött Tolna megyéhez, különösen a csicsói tájakhoz. És ez az a bölcső tulajdonképpen, ami az összes itt kiállított festőművészre igaz, hogy innen indultak a Dunántúról, innen a Kapos mentéről, és ahogy tudjuk, erre szívesen később is visszaemlékeztek, nem véletlen került ez ide Vati József életrajzához is, hogy Domboriba töltötte időskori napjait, mert megvolt a kötődés Tolna megyéhez. Igaz, az Majoros Jánosra, hiszen ő is a gyűjteményének a nagy részét a városunknak ajándékozta, ő is egyébként a városunk díszpolgára. A megújult állandó kiállításaink közé tartozik a galéria is. Tehát ez a galéria tulajdonképpen már létezett a 2001-es megnyitás óta. Annyit változtattunk most, hogy lehet látni, a korábbi arcolati kézikönyv elfogadott színeket próbáltuk megjeleníteni az előző teremben is, illetve ez a szürke szín is tulajdonképpen ez alapján lett kiválasztva. Úgy gondoltuk, hogy egyrészt egy kis fényt is ad a teremnek, másrészt mégsem csak ez a megszokott fehér, tehát ezeket a harsogó színeket vittük tovább, ugyanúgy, mint a korábbi kiállításban. Annyi változás van, a helyieknek az itt kiállított festmények nagy része ismerős, annyi, hogy egy kicsit szűkítettük a kiállított alkotásoknak a körét. Inkább az volt a célunk, hogy ebbe a térbe inkább kevesebb alkotás kerüljön ki, de megújítottuk az életrajzokat. Tehát korábban itt nem voltak életrajzok, most azok az alkotók, akik vagy itt születtek Dombováron, elszármaztak, vagy később is itt éltek, de olyan jelentős személyek voltak, hogy mindenképpen a látogatókkal szerettük volna megismertetni az ő életüket, munkásságukat, ezek kerültek ki. A hátam mögött egyébként, ha kicsit odébb megyek, az Ivanics házaspárt láthatjuk, ők korábban is itt voltak, hiszen nekik köszönhetjük Ivanics Antalnak és családjának a villamosítást. Kapcsolok is itt egy kapcsolót, ez se új szerzemény, de hogyha a kamera tudja venni, hát így nézett ki a Jókai utca, amikor kigyúltak itt 1905-ben az első villanyfények. Egyébként
ő is, mint ahogy beszéltem már a gimnáziumi tanárokról, természetesen több egyletnek, olvasókörnek volt a tagja, például az Iparosok Dalárdának volt az elnöke, egyébként ő kormánytanácsosi címmel is rendelkezett, és a Dombovári működésének az első éveiben mezőgazdasági gépgyárat is létesített, mégpedig szabadalmaztatott mezőgazdasági eszközöket tervezett, készítetett. Bernát János festőművész sem ismeretlen a dombováriak körében, és hát nem csak itt, mert neki is volt itt korábban egy kiállítása, amely aztán vándorolt is, tehát Simontornyán és azt hiszem Pécsen is megjelentek a művei. Az ő édesapja asztalos mester volt, valószínűleg ez a fajta kézügyesség öröklődött nála is. Egészen 1940-ig itt élt a városban, akkor költöztek az Egyesült Államokba Márta Milligen szobrászművész feleségével, ami ez a nagy tabló az itt ismert volt, hiszen korábban a patikában volt kiállítva sokáig. De ami ez mellett mindenképpen egy újdonság, a konc hagyaték, amelyet Cirher György adományozott nekünk, annak a feldolgozása az még folyamatban van, és majd csak valószínűleg jövőre tudunk itt egy komolyabb kiállításról beszélni, de egy negatívot már kiállítottunk itt tulajdonképpen a kiállításban, az, amikor az Attila lakomája című festményt készíti, ez 1940-ben volt, amely később a Dicső vendéglőnek a falát díszítette, ezt is nagyon sokan ismerik a helyiek. Maga ez a festmény is érdekes, de az sokkal érdekesebb, hogy magát a művészt itt alkotás közben láthatjuk még a műteremben. Tehát ez az első ilyen kézzelfogható, akár mondhatjuk azt, hogy szenzáció, vagy egy olyan érték, ami helytörténeti szempontból felbecsülhetetlen. A gyűjteményben megcsodálhatók még olyan festmények, rajzok, amelyek a városképet meghatározó építményeket ábrázolnak, mint például a múzeumnak otthont adó volt főszolgabíróilak, vagy a híres Rotermel sarok. Ezek mind-mind dombovári kötődésű alkotók munkái. Ismét régészeti tereppé vált a dombovári Gulyavár környéke. Az MTVA Régészeti Intézetének kutatócsoportja a középkori vár és az egykori település területén újabb szelvényeket nyitott. Egy templom alaprajzát sejlik a földszíni világosabb foltok alapján. 2014 óta minden nyáron ellátogat egy régész csapat a Gólyavárként ismert egykori főúri rezidencia területére. A Szegedi Tudományegyetem, majd a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének képviseletében dolgozó kutatók munkája nyomán egyre jobban körvonalazódik a várom története. Az első időszakban az volt a célunk, hogy a vár és a lelőhely jellemző réteg viszonyait megismerjük, illetve a vár alaprajzát tisztázzuk, és a fő periódusait is megismerjük. Ennek érdekében először kutatóárkokat nyitottunk a vár feltételezett falaira merőlegesen, majd ezt követően egy-egy kérdéskörre koncentrálva nyitottunk szelvényeket a vár különböző pontjaira. A déli épületszájnak a keleti végén található pillér megerősítése és esetleges műemléki helyreállítása véget volt szükség szelvényeket nyitni, azért, hogy adatokat tudjunk szerezni egy esetleges további ilyen munkákhoz. A vár nyugati, illetve északnyugati részén a belső tornyok problémáját szerettük volna megoldani, illetve kérdéses volt még a saroktornyoknak az elhelyezkedése, illetve alakja is. Továbbá a nyugati oldal középtengelyében feltártuk az egykori kaputoronynak a maradványait is, erre egy nagyobb méretű szelvényt nyitottunk. A vár feltárása mellett megkezdtük a középkori dombónak a kutatását is. Az egykori település az a várott patkó alakban vette körül, és a település központi része a vártól nyugatra található. Maga a lelőhely az a kapos árterében található sziget, amire úgy tűnik, hogy egyes leletek alapján, hogy már az Árpád korban megtelepedtek, és a tavalyi év során elkezdtük ennek a kutatását, először roncsolásmentes módszerekkel, magnetométerrel és földradarral nagyobb területeket sikerült átvizsgálnunk, és
ezek alapján nyitottunk idén szelvényt a település területén. A vár első írásos említése 1310-re tehető, azóta számos tulajdonosa volt már, idézi fel Berta Adrián, a kutatás szakmai vezetője. A 14. század elején a Dombó a kőszegieknek a birtoka volt, viszont első Károly a dél-dunántúli hadjárat során elfoglalta ezt a várat is, és egészen 1326-ig birtokolta, és ekkor elcserélte Csák István fiaival, Péterrel és Istvánnal azok 10 másik váráért cserébe Dombót és Nyéket. És a Csák Péternek a leszármazottai a dombaiak ősei, akik erről a várról és településről vették a nevüket. Ez a vár, ez feltehetően nem az a vár, ahol most állunk, hanem ez a szigeterdei toronyvár, a minden 1 kilométerre található. Eszterházy Pál Nádor szerzi meg a birtokot, és ekkor készül a várról egy részletes leírás. Azonban a császári várrombolási rendeletek értelmében 1702-ben lerombolják a várat. A középkori várból mára már csak 4 csonk maradt a föld felszínén. A várrombolási rendelet végrehajtását követő mintegy 200 évben az építési törmelék nagy része a várárok feltöltésére lett felhasználva, de a török kiűzése után újraépülő Dombovár kakasdombi részének házai is ezekből a téglákból épültek fel. A mostani ásatás során egy középkori templom maradványaira is számítanak, ugyanis a földfelszín világosabb foltjai a szentély körvonalaira utalnak. Ha ez bebizonyosodik, az óriási lépés lehet a kutatásban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!